A 850-950 méter magas bükkfennsík peremétől délre, gyakorlatilag a kövek vonulata alatt a déli bükkben olyan 450-460 méteren sorjáznak ezek a karsztforrások, amelyeknek a vízszolgáltatása időszakos. Tehát nem állandó vízűek, ezek a vöröskői alsó forrás, a vöröskői felső forrás, a közeli Feketelen forrása, és a háta mögött lévő Imókői forrásbarlang, Imókői forrás. Leginkább a téli hóolvadást követő csapadékos tavaszi időszakban, általában március-április tájékán kezdik meg a úgynevezett vízszolgáltatást. Másodpercenként 200-250 liter mennyiségű vizet bocsájtanak a felszínre. A karszt hidrodinamikai helyzetük eléggé különös, hiszen ugye itt a déli bükköt alkotó agyakpala homokkő térszínből emelkednek ki ezek a mészkő pászták, mészkő sziklák, amelyek mint egy antiklinálisként a közlekedő edény elve szerint bocsátják azt a karszvizet a felszínre, ami alapjában véve a bükkfennsíkon nyelődik el. Az Imókői forrás egyúttal forrásbarlang is, amely mögött egy közel 80 méter hosszúságú és majdnem 30 méter mélységig feltárt sziklaüreg barlang található, amelyből tehát látványosan tör elő ez a nagy mennyiségű karsztvíz, tehát forrásbarlang. A feketeleni időszakos karsztforrás a Feketelen nevezetű szikla alatt található, a vöröskői alsó-felső pedig ugye a vöröskő szikla vonulata alatt. Ez utóbbi nagyon szép, látványos kitörést produkál, hiszen szökőkút-szerűen tör föl a karsztvíz. Ezeket a karsztforrásokat, ezeknek a víz járását a 60-as és a 70-es években dr. Tóth Géza kutatta, az akkori Ho Chi Minh tanárképző főiskola oktatója, tanára, és ebből az időszakból vannak nagyon jó vízhozam adataink. Sajnos azóta a mérések megszűntek, és a vízszolgáltatás is, tehát az időszakos karszforrások működése is hektikussá vált. A 60-as, 70-es évekbeli kutatásokból, felmérésekből tudjuk, hogy alapvetően március végén, április elején indult meg a működésük. Néhány napos emelkedés után, általában 6-7 nap után jött az első maximum, majd egy másfél hét, két hetes szünet után jött a második maximum, és gyakorlatilag vagy hetekig, de előfordult, hogy hónapokig is egy egyenletes, nyilván csökkenő mértékű vízszolgáltatás zajlott ezek karszforrások esetében. A déli bükk időszakos karszforrásai az éppen most alakuló bükkvidék geopart nagyon fontos geotópiai, geoszájtjai, azaz földtani értékei, amelyek turistaúton, tanösvényen is megközelíthetőek, és a kitáblázott bemutatóhelyeken mindenki önálló ismeretekhez juthat.